vannak az ünnepek, velük együtt pedig elérkezett a parti szezon is, amikor mindenki a legjobbat szeretné kihozni a megjelenéséből. Dori, milyen megoldásokkal tehetjük meg ezt? Most különösen divatosak a csillogós felületek, akár anyagban, akár mintában, akár díszítésben, tetőtől talpig beburkolózhatunk, arany, ezüst nyugodtan jöhetnek, és természetesen az ékszerek közül is kifejezetten bátran válogassunk. Hogyha valakinek kicsit túlzó a mai divatos flitteres trend, akkor milyen egyedi részletekkel tehető ragyogóvá stílusunk? Ebben az esetben nagy segítségünkre lehetnek az olyan darabok, amik például ilyen különböző áttört felületekkel játszanak, akár csipke, akár tül formájában, de ne féljünk akár merészebb darabokat is bevállalni egy szájkép vagy egy rokokós festmény formájában. Ha valaki szeretné helyettesíteni a mindig klasszik, mindig elegáns fekete tűsarkú cipőt, akkor milyen egyéb alternatívákat javasolnál? Egy piros tűsarkú az mindig mindent visz, de ha ennél egy kicsit még különlegesebbre vágyunk, akkor jöhetnek akár a barokkos felületek, akár az állatminták, amik szintén nagyon divatosak, vagy akár egy tollas különleges változat. Nagyon sokat tud számítani az összhatásban az, hogy ennek is megfelelő színe és mintája legyen. Mit mondanak az öltözködési szabályok a csizma alkalomra való viselésével kapcsolatban? A nagyon szigorú dress kódú eseményeken nem javaslom a csizmát, viszont ha kicsit lazább a parti, akkor nyugodtan jöhetnek, például nagyon jól tud kinézni egy lakbőr felületű, úgymond slouchy boot, ez az ilyen ráncolt csizma, pláne hogyha mondjuk egy ilyen háromszög sarokkal párosítjuk, de a bokacsizmák között is megtalálhatjuk azokat, amik igazából teljesen jól mutatnak egy elegáns megjelenéshez is. Milyen fazonú cipőket viselhetnek a férfiak, illetve milyen színek preferáltak idén? Ha nagyon szigorú a dress code, akkor természetesen csak és kizárólag az oszpad és derbi fazonú cipők jöhetnek szóba, tehát a klasszikus fűzős fazonok. Színekben is általában inkább a sötétkék, fekete, barna, de ha egy kicsit lazább a buli, akkor nyugodtan jöhetnek ebben az esetben is az elegáns, de mégiscsak stílusos bokacsizmák. Egyszerűen rajongok az állatmintákért. Mivel lehet viselhetőbbé tenni, mivel lehet egy kicsit megszelídíteni az állatmintát? Az állatmintáknál különösen fontos az anyag és a szabás minta megfelelő megválasztása. Inkább elegánsabb, kifinomultabb anyagokkal és szabásokkal kombináljuk mindezt, akkor lesz meg a megfelelő egyensúly. Kevésbé javaslom a stretches, mélyen dekoltált mini változatokat, sokkal inkább mindezek ellentéteit. Inspiráljuk most kicsit a buliba induló fiatalokat, mitől lesz igazán ütős egy szett? A fiatalok imádnak például bőrdzsekit, vagy akár műbőrdzsekit is hordani. Ez egy örök klasszikus darab, ami mindenhez megy. Emellett mindenképpen lecsapnék a helyükben az olyan különleges darabokra, mint például egy szoknya, amin a kicsit a girland hangulata köszön vissza, illetve emellett még kiemelném azt az opciót, amikor egy bodyt kombinálunk egy szoknyával, mert az egyszerre kényelmes és stílusos megjelenést is biztosít. Sminkkel tehetjük fel azt a bizonyos koktélcseresznyét a tejszíj a tetejére. Csillogás, 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 ez természetesen a sminkre is abszolút igaz, és ilyenkor a highlightereket is bőségesen használhatjuk, sőt, ami szerintem egy kifejezetten szép megjelenést tud előidézni, hogyha a ruhánk színével harmonizált, és nyugodtan jöhetnek a csillámos, akár díszített sminkek is, és a végén egy kis arcpirosítóval még szerintem spékeljük meg, és tegyük fel a pontot az íre. Rovatunkat támogatta az Arena Mall.